Evangélium Szent Márk könyvéből. Egy napon Jézus, amikor este lett, így szólt tanítványaihoz. Keljünk át a túlsó partra. Erre azok elbocsátották a tömeget, és Jézust magukkal vitték, úgy, ahogy ott volt a bárkában. Más csónakok is voltak velük. Nagy szélvihar támadt, a hullámok a bárkába csaptak, úgyhogy az már-már megtelt. Ő a bárka végében egy vánkoson aludt. Felkeltették és megkérdezték: Mester, nem törődsz azzal, hogy elveszünk? Erre fölkelt, ráparancsolt a szélre, és ezt mondta a tengernek: Hallgass el, nyugodj meg. A szél elállt, és nagy csendesség lett. Ekkor hozzájuk fordult: Miért féltek? Még mindig nincs bennetek hit? Nagy félelem fogta el ugyanis őket. Egymást kérdezgették: Ki lehet ez, hogy még a szél és a tenger is engedelmeskedik neki? Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Kedves testvérek, ebben a most felolvasott evangéliumban Jézusnak egy csodájáról hallunk, amikor lecsillapítja a viharos tengert, lecsillapítja az erős szelet, és megnyugszik minden. Ebben a részben magunkra ismerhetünk. Sokszor bennünk is annyi félelem van. Sokszor nekünk is megcsökken a hitünk, megrendül a bizalmunk, akár az Istenben, akár a másik emberben. És talán mi is föltesszük a kérdést, amelyet föltettek Jézus tanítványai: Mester, nem törődsz azzal, hogy elveszünk? Jézus, nem törődsz azzal, hogy szenvedünk, hogy baj ér minket, hogy magányosak vagyunk, hogy elhagytak minket, hogy megcsaltak minket? Nem törődsz azzal? Nem törődsz a mi gondjainkkal, a mi bajainkkal? És Jézus erre a kérdésre szó szerint ebben az evangéliumban nem is válaszol, de mégis amit tesz, azzal válaszol erre a kérdésre. Hát hogy ne törődnék veletek? Hát hogy ne szeretnélek titeket? És lecsillapítja a tengert, elhallgattatja a szelet, békét hoz, elmúlik a veszedelem. A mi életünkben ugyanígy történik, és ugyanígy van ez. Jézus a mi életünk viharait, a mi életünknek a nehézségeit, a mi életünknek a válságait is le tudja csillapítani, helyre tudja tenni, erőt, reményt és békét tud adni. Az a fontos, hogy higgyünk benne, hogy bízzunk benne, hogy bármi is történik, mindig legyünk biztosak az Isten hűségében. Az Isten mindig hűséges. És véssük a szívünkbe Jézus Krisztus szavát: én veletek vagyok minden nap a világ végéig. Életünk hullámzó tengerén, életünk szélviharaiban mindig bízzunk abban a Jézus Krisztusban, aki lecsillapította ott a tengert 2000 évvel ezelőtt. Ő a mi életünk viharait is képes lecsillapítani. Dicsértessék a Jézus Krisztus!